Sziasztok, Makan vagyok, ez egy újabb Mac & Magic epizód, amiben folytatom a fúziós reaktor előkészületeit, a fúziós reaktor előgépeinek az előkészületeit. Nagyon, minden nagyon-nagyon elő-elő-elő. Úgyhogy kezdjünk is hozzá, mert elég sok gépet és elég sok teendő valunk van ahhoz, hogy tényleg meg tudjam majd csinálni a fúziós reaktort. De előtte ez gyorsan leszüretelem én ezt a kis XP bogyót, mert az sose jön majd rosszul, hogyha van elég, ugye? Le is dobom gyorsan, de vagy beakadt. Ne, vagy a M-rendszer, most néztem bele először, mióta feljöttem. Na, kezdjük el, mit csináltam videón kívül. Hát videón kívül megnagyobbítottam az én kis, idézőjelben kis energiatárolómat. Mindjárt meg is mutatom. És így. Na hát ugye volt benne eddig egy darab ilyen Advanced Induction Cell. Most pedig már van benne kettő. Van benne egy Advanced Induction Provider. És van benne Basic Induction Cell 2. Így összesen, mindjárt megmutatom, hogy mennyit is tárol. 18 gigajoule tárol összesen. Azért kellett az Induction Provider, mert azt még nem mondtam el, hogy... Hopp, nem is itt kell menni. Valahol van egy lejáratom, de nem ezzel. Itt van. Szóval... ugye eddig úgy volt beállítva a kábel, és hát videón kívül... Azóta volt már fent videó? Elmondtam. Nem, szerintem nem. Szóval, hogy az volt ugye eddig a probléma, hogy nem ment át az áram a kábelen, ugye, mert ez 3x3-as volt, csak egy cell volt benne, ami tárolta az energiát. Viszont utána a videón kívül úgy oldottam meg, hogy a mechanizmus kábelt lehet így shift-jobb-klikkel ezzel a konfigurátorral állítani mindenféle hülyeségre, ugye, hogy ne kapcsolódjon, stb. Kapcsolódjon, és így tovább, és így tovább. És akkor, amikor csak a cell volt benne, semmi más, akkor így szívásra kellett állítani a kábelt, és akkor így úgymond kiszívta a kábel, az energiakábel az energiát, ugye, és vitte tovább. Na most viszont, mivel beleraktam, igen, először még elmondom, hogy mivel így volt, ezért nem látszott, hogy mennyit fogyasztok. Ugye sehol nem látszott, hogy mennyit fogyasztok. Úgyhogy ez így nekem nem tetszett, mert azért mégis nagyjából számoljuk már ki, hogy mennyit fogyasztanak a rendszereim, meg a stb., hogy milyen energiaellátást kell még építeni. Hát később kiderült, hogy kell amúgy, de mindegy. Ugye így nem látszik, viszont mivel én beleraktam, érdemel felszépítettem, beleraktam azt a providert, ugye, ami az energiát úgymond átadja a kábelnek, és ezt ide mögé raktam, direkt az output mögé rögtön, bár ezt bárhova rakhatjátok, akkor is mutatni fogja, meg akkor is küldeni fogja az energiát, az a lényeg, hogy ebbe a multiblokkos energiatárolóban legyen egy ilyen provider, és akkor onnantól kezdve bármilyen kábelnek átadja az energiát. Redstone sensitivity turned off. Az nagyon jó, mert az úgyse kell. Na. Úgyhogy most már így átadja, és meg tudjuk nézni, hogy most, mivel nem megy semmi gép, ez csak az M-rendszer, meg a wireless töltő, sem egyébben, meg a lámpák, összesen 285 joule-t fogyasztanak, ami annyit tesz, hogy azt mondja, hogy az 28,5, beszorozva 4-gyel, az 98 RF-et, majdnem 100 RF-et fogyaszt itt ez a kis rendszer. Várjál, 20, 20, 16, igen, igen, igen. Dehogy is. Többet, tehát 84, az 32. 110, olyan 120 RF körül fogyaszt, inkább azt mondom. Ezt még nem sikült megoldanunk, hogy a szerveren is kiírja RF-be, pedig már átírtuk mind a szerver, mind kliens konfigba, hogy a Joule helyett RF-et mutasson, és hogyha single playerbe valamit letesztelek kreatívba, akkor ott a mechanizm RF-et mutat, viszont itt szerveren hiába írogatjuk át, mégis Joule-t mutat, pedig át van írva. Érdekes. Na, itt viszont van egy másik gépsor, ezt ide építettem nemrég. Ez arra kell nekem, hogy, és még jó, hogy is a mechanizmon beírva, pedig nem is szándékoztam most ezt beírni. Hol van? Mindjárt megkeresem egy pillanat, de nem tudom a nevét annak a gépnek. Hol lehet? Hát itt nincs, itt van. Solar Neutron Aktivátor, ez kell nekem. Ez fog nekem a lítiumból, tritiumot fog csinálni a napfény segítségével, és ez kell majd, ez lesz az egyik üzemanyaga a
fúziós reaktornak, a másik pedig a deutérium lesz. Na, úgyhogy a trítiumot ezzel a géppel kell előállítani, ezzel a szolár neutron aktivátorral, ami nem is olyan vészes megcsinálni, viszont kell nekünk egy HDPE-sheet. A HDPE-sheethez kell enrichment chamberbe rakni HDPE pelletet. Ez már kezd bonyolódni. HDPE pelletet PRC, vagyis Pressurized Reaction Chamber bekapunk, ugye? Bonyolódik a helyzet. Ugye hol tartottunk? Itt. Hogyha oxigént és liquid etilént töltünk a PRC-be, innentől így fogom hívni, és belerakunk egy substrátot, akkor kapunk HDPE pelletet, és mellé oxigént vissza valamennyit. Na de hogy lesz nekünk, ugye liquid etilénünk? Ahhoz még egy PRC kell, amibe biofuelt kell rakni, és biofuelt kell rakni víz és hidrogén segítségével, ami hidrogént pedig az elektrolit szeparátorral állítunk elő, készítünk etilént, amiből rotary kondenzentrátorral csinálunk etilénből liquid etilént, amit aztán megint bevezetünk egy PRC-be, és ott összekeverjük a liquid etilént oxigénnel, és annak ugye a substrátot belerakjuk, és akkor kapunk egy ilyen pelletet. Ja, és igen, még innen az elektrik szeparátorból ehhez használjuk az oxigént, úgyhogy azért kellett egy ilyen karikát csinálni, hogy így körbeérjen a rendszer, és így minden fel van használva mindenhol. Na hát ez eléggé bonyolult, gondolom, nem várom el, hogy meg is értsétek. Én értem, jó, mondjuk én érettségiztem, meg felső emelt szintűztem, meg kémiát is elég rendesen tanultam az egyetemen, úgyhogy én ezt értem, amit én csinálok, de ha ti nem értitek, az nem baj. Elég, ha csak megtanuljátok, hogy ezt a gépet kell elrakni, és akkor ezt kapjátok. Na szóval, van ilyen pelletünk, úgyhogy... Ja, direkt jöttem föl, mert opa, belebugoltam. Szóval van ilyen pelletünk valahol, itt. És akkor... hol is van? Vegyük, hogy pellet... Ó, van itt rengeteg. És akkor csinálunk, hát nem ennyit. Azt mondja, hogy mennyi kell? 33... Na, legyen annyi, aztán majd kiderül. Enrichment chamberbe berakjuk. És akkor ez pedig... Bebe van gyorsító rakva? Ja, 5. És akkor ezt csinálja nekünk ezt a sheetet. Nem tudom, mennyit rakjak le, szerintem amúgy 4 ilyen szolár elég lesz. Tesztelgettem már kreatívba. És úgy láttam, hogy 4 szolár elég. Ó, és van mindenem hozzá. Mennyihez? 1, 2, 3, ó, pont 4-hez, ó, de király. Nagyon jó, 4-et akartam csinálni, és ezért 4-et is kaptam. Úgyhogy ez az egyik oldala a rendszernek, ami a lítiumból nekem majd trítiumot fog csinálni. Még én is elfelejtem néha ezeket a hülye szavakat. Viszont ezt az excavátort, ezt elrakom, de nincsen szükségem. Helyette inkább előveszem a kardot és ezt a creepert leölöm. Jó, azt mondja, hogy megint berakjuk a rendszerbe ezt a kis gunpowdert. És akkor ugye nekünk megvan a szolár neutron aktivátor. Ez az egyik oldala a fúziós reaktorüzemanyagának, de ugye mondtam, hogy van egy másik oldala, ahol deutériumot kapunk. Ahhoz nekünk pedig... elektrik pumpok kellenek, mechanizmus ilyen pumpák, és kell még egy elektrolik szeparátor, ami majd a vizet szétválasztja megint, és megint. Úgyhogy igen, de nem is akármilyen vizet, de nem akarok spoilerezni, úgyhogy először csak annyit mondok, hogy kell nekünk elektrolik elektrik pump. Ha látnám is, itt van. Elektrik pump, ehhez mi kell? Ó, hát ez... nagyon egyszerű receptje van. Ebből nekem kell, azt hiszem, hát nem is tudom mennyi. 5. Szerintem 5 elég lesz. Azt viszont nem tudom, hogy csináljam majd meg. Na mindegy, majd ez még a jövő zenéje, de ez már megvan hozzá. Electric pumpok, ugye? Azokat már sikerült legyártanunk. És kell nekünk még... olyan eszekbe egy filter,
Mégpedig ez a víz, ez a filter upgrade, ami itt van, hogy heavy water from regular water, ugyanis nekünk úgynevezett heavy water kell, ahhoz, hogy tudjunk deutériumot gyártani, azt kell beleengedni az elektrolit szeparátorba, és akkor csinál belőle oxigént, meg nem hidrogént, hanem deutériumot heavy waterből, és akkor ezt kell nekünk, ehhez pedig üveg és mi kell oda, hogy nincs tin. Tin dustom nincsen. Oda, hogy nincsen, van itt egy kevés. Na. Jó. Tin. Berakunk egyet. És akkor kell nekünk 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, ezt lehet össze-stackelni. Hát csinálok 6-ot, hogy hátha mégis 6 kell majd ebből nekem. Úgyhogy inkább csinálok 6-ot. már lehet tudom is, hogy lesz elrendezve. Akkor viszont 6 kell, úgyhogy még egy electric pumpot csinálok. Mert akkor tudja, hogy 6 kell. De ezt még nem árulom el nektek, majd meglátjátok az elkövetkezendő videókban. Jó. Szóval megvan. Ja, és kell egy elektrolit szeparátor. Mindjárt nézzük, hogy van. Ott van. Sőt, ez már be is van konfigurálva. Mindjárt megnézem, mert ez lehet, hogy bukolt nekem. Nem. Ebből miért fogy az áram amúgy? Ja, mert van benne víz. Hát ez nem is baj akkor, hogy kimegy belőle. Dumping. De jó sok víz van benne, basszus. Ezt hogy szedem ki belőle? Üres vödöt ide rakom. De hiába ütem szét, ez olyan jók ezek a mechanizmus gépek, hogy ezek megtartják ezeket a dolgokat. Ha szétüted akkor is. Ajaj. Lehet, hogy csinálok egy másikat. Na mindegy, az a lényeg, hogy van, vagy a lentit felhozom majd. Ja, még talán az lesz a legjobb. Jó. Akkor ezek ugye megvannak. Electric separátor. Kell nekem egy pár gáztank, hogy azért tudjon figyelgetni, legyen egy ilyen puffer cuccunk. Meg beírom, hogy gáz nincsen. Kell vagy egy... Hát mivel háromfajta gázzal fogok most dolgozni, igazából ezért három kell. Ja, és még kell gép is. Hoppá, tényleg, uha. Kell egy olyan gép. Még jó, hogy eszembe jutott ez. Chemical Infuser. Mert nekünk majd a fúziós reaktorhoz kell egy úgymond magot csinálnunk, ami itt is van, itt van. Ez a Hochlaurum, igen. Amit föl kell töltenünk deutériummal és tritiummal. Ez a úgynevezett DT Fuel. Ez lesz ugye deutérium, tritium üzemanyag. Direkt hagytam abba a beszédet, mert hogy ugye ment a drakónium eső elállít... Drakónium? A drakonik eső elállít, úgyhogy azért hagytam abba a beszédet. Szóval, ugye nekünk hol van? Elvesztettem... Na, tényleg, hol? Ja igen, szóval itt van, ahol ez kell majd nekünk. És ezt a DT Fuel-t, ez a Chemical Infuser állítja elő nekünk. Lásd csodát, a tritiumból és a deutériumból. Úgyhogy ezt meg is építem. Annyira nem is vészes. Szerintem még van hozzá cuccam is. Nincs. Akkor kell nekünk egy olyan, hogy a dinamit tank. De elég is. Csinálunk dinamit tankot, mert az mindig kell, ahogy láttam. És akkor chemical infuser. Na hát az a két, jó, még csináltam két gáztankot, vagy hármat, mert akkor még lehet csinálni kettőt, mert ugye most így elfogyott, ami volt. Úgyhogy még kell nekem egy, meg még egy. És akkor csináljunk még hát, ha kell. Így, na így ezt tuti. Jó, akkor ez is megvan. Ugye most már tényleg rengeteg minden megvan a előállításához. Az üzemanyagnak. Most már csak a fúziós reaktornak a blokkjait kéne megcsinálni. Hogy néz ki ez a fúziós reaktor? Gyorsan csinálok egy sematikus ábrát róla cobblestone-ból, most megépítem cobblestone-ból, hogy néz ki ez a fúziós reaktor. Van neki, a belseje az 3x3 mindig. 3x3 a belseje neki. Aztán erre is jön egy ilyen fal,
Meg ugyanígy ide is jön egy ilyen fal. Ugyanígy ide is jön egy ilyen fal. És ide is. Hú, ugye? Milyen érdekes. Aztán ide felépítjük. 3x3-ra a falait. Ide, ó, várjunk, hogy is van. Igen, ide kell rakni ilyeneket. Igen. Aztán, és jön a teteje végül. Ó, elfogyott a cobblestone, de még oda gondoljatok. Ja nem, akkor tudok szedni még. Ne gondoljatok oda kettőt. Így. Na hát ez lesz majd a fúziós reaktornak a formája. Így fog ez nekünk kinézni. Nekünk ebből kell... Hát akkor egy stacknyi cuccot kell hozzá csinálni. Ezt jó, hogy így megtudtam. Egy stack plusz kettőt. Mert ez így fog kinézni majd. Oké, le is pontottuk gyorsan. Úgyhogy ez lesz maga a fúziós reaktor, de hogy milyen blokkok is kellenek hozzá, ezt mindjárt mutatom. Itt van amúgy. Én már láttam. Nem itt van. Nem. Itt van. Kell nekünk reaktor frameből sok. Kell üvegből is egy pár darab. Laser focus matrixból egy kell. Reaktor portból. Abból nekem kell összesen három. Meg reaktor kontrollerből kell nekünk egy. Hát akkor nézzük is meg, hogy mi kellenek ehhez. Ultimate Control Circuit. Atomic Alloy. Oké. Okay. Akkor elkezdjük gyártani itt a dolgokat. Kivesszük a coppert. Akkor van nekünk tám még egy stack steel. Az viszont biztos, hogy kelleni fog majd. Aztán kell nekünk olyan, hogy ugye alloy. Reinforced alloy. Kell csinálni. Hú, hogy is van az? Ezeket mindig elfelejtem, ezeket az alloyokat. Ez hogy készül? Diamond dust. Jó, és a másik pedig az obsidianból. Ugye? Igen, azt hiszem olyan is van. Obsi. Igen, van 9. Venn darabra való. Meg ezt is már ki kell préselni. Ó, melyikbe is kell azt csinálni? Várjunk. Tehát az arrangement chainből. Megpróbáljuk. Mit csinál belőle? Mit csinál? Mit csinál? Ah, ezt jó. Hú, oké. Okay. Akkor ez kell nekünk. Mert ez így, ugye, ha dust-ba tartod, akkor ugye itt a pufferbe 10-et ad, viszont ha így, akkor 100-at. És egy dustból, akkor igazából 10 ilyen folyamatot lehet megcsinálni. Ugyanez van a diamondból is, ugye itt van egy DA, és van nekünk diamond dustunk, amit szépen az enrichment chamberbe berakunk. Mondjuk csinálok, nem is tudom mennyit, szóval van 20, még ezt berakjuk, mert ez másfajta, nem ez a pont a mechanizmus. Hoppá, ez diamond lett. Compressed diamond. Ez hogy készült? Ja, sima gyémántból kell csinálni. Oké, okay, akkor semmi, nem szóltam. Akkor még egyet. Mert szerintem 40 elég. Jó, és akkor berakjuk így. Ez 40-re elég, megfelezzük. Így 40. Jó. És ez nekünk már egy gyártja is lefelé. És akkor 40, akkor 1, 2, 3, 4. És akkor ezt gyártjuk is le közben már atomiknak. Lehet, hogy majd még egy 10-es pluszba rádobok majd ebből. Sőt, tuti. És akkor még csinálok gyémántból ilyen kis hülyeséget. 10-essel többet. Ugye, hogy meglegyen már a fúziós reaktornak is a
mindenféle alapanyaga, hogy utána már tényleg csak helyet kelljen neki csinálni valami frankón, és utána már bele sem majd üzemelni. Még az, tényleg basszus, még van egy csomó dolog, amit meg kell építeni hozzá. Így jutnak eszembe, de direkt nem mondom. Ezt már meg is akartam magamnak tartani, jó, van 40 atomi kallójom, elég jól hangzik. Szóval, ott tartottunk, hogy ilyen reaktorframe-et kell nekünk építeni. Kell még steel casing, jajjaj. Hát vagy így, hát nem ennyire gondoltam, kicsit többre. De kevés hozzá a... Hopp, közben elmegy a hangom. Kevés hozzá a steel-em, úgy érzem. Ez nem annyi, amennyit én akarok. Úgyhogy egy stack ilyen, meg kettő stack ilyen, és akkor gyorsba kiégetünk még egy kis steel dustot. Csinálunk, majd utána megint. Mert ez így elég kevés lesz még. 47. Jó, így most már azért van egy pár darabom. Ezzel már el tudok indulni. Jó, ennyi elég lesz. És akkor megcsináljuk a reaktor kontrollert. Mi van nekünk hozzá? Gondolom olyan ultimate persze, hogy nincsen, mert ilyet azért nem tartok itt. Magamnál egy ultimate-et tudtam csinálni. Advanced-ból van, és akkor vissza az ultimate-re. Jó, meg is van. Akkor ezt már le is tudom craftolni, ugye megint, de jó, hogy van gáztankom, ugye? Megvan a reaktor kontroller is. Ugye van már reaktor framing, reaktor portot kell csinálni. Ó, hát ehhez meg már megint ultimate control kell. De jó. Egy, kettő. Mert most nekem akkor, hát lesz négy. Ja, hopp, még az ultimate-et nem építettem meg. Egy, kettő. Jó. És akkor kell reaktor glass. Csinálok 20-at. Ez mi kell? Corrode block. Muszáj corrode blocknak lenni? Ja, van olyan redstone-om. Egy elég. Nekem nem kell kettő, de mivel kettőt tudunk csinálni, akkor a reaktornak az alapanyagai is elméletileg megvannak. Még lehet, hogy majd kell csinálni egy kis reaktor frame-et, de lehet, hogy üveggel fogom pótolni ezeket a helyeket, és akkor nem kell annyi reaktor frame. Ó, már csak egyedül vagyok fönt. A szerverem. Na, azt mondja, hogy azt ki is égetem, ha már itt vagyunk. De nem így, hanem majd így beszívja magának elméletileg. Na. Na, nem. Off. Hopp. Úgy. És akkor ez itt most nekünk frankon kiégeti a steelt. Na, és akkor nekünk mi kell még? Azon gondolkodom. Igen, kellni fog, mert ugyanis a... Solination Tower-öket át fogom hozni ebbe a chunkba. Kicsit ki fogom egészíteni a chunkot, hogy teljesen föld legyen, ne legyen benne semmi víz, és meg is, ezt is innen el fogom vinni odébb, és ide fogom hozni a Solination Tower-öket, akkor azokat a Solar Neutron Aktivátorokat is ide fogom rakni, meg még a víz, a Heavy Water pumpákat is ide fogom rakni. Ugyan egy chunkba megpróbálom besűríteni a termelését ezeknek a dolgoknak, mert ezt az egy chunk akkor sivatag lesz, vagyis hát az a része, ahol ez fog termelődni, hogy ott ne essen az eső, stb. Meg hogy ugye a... Mi ez? A Solination Tower-öknek, csak eszembe jutott a neve, a Solination Tower-öknek ugye kell a... Hoppa, ott van ott fönt valaki, jaj, itt van ProSky. Szóval a Solination Tower-öknek majd kell a sivatag, mert hogy ugye úgy sokkal nagyobb a bufferük, úgyhogy megcsinálom hozzá a Biome Painter-t, amit a Random Things ad hozzá. Csak találjam meg. Itt meg is van a Biome Painter. Kell nekünk egy ilyen Transformation Core, amiből alig van színünk. Úgyhogy keressünk virágokat. Bluebells. Ez milyen szín tudunk belőle kiszedni. Ilyet. Miközben beírom, hogy Flower, és akkor csinálunk mindenből. Nem, brown, green, purple,
Úszat, ezt a tálkát nem tudom, amivel ezeket össze lehet törni a botániába. Valami P betűvel kezdődik a neve. De nem teszem be. Azt sem tudom, hogy kell craftolni. Minden virágot így lezúzok. Nem is tudom, miért kattingatok. Így sokkal egyszerűbb. Hát, ha mindenből lesz így. Milyen szín kell nekem. Bár kizárt dolog. Jó. Nem, szerintem a botániában lesz. Botánia. Vajon hol lett ez a kis tálka? Öt oldalnyi cuszba, hogy találom meg? Itt van. Há, megvan. Mondjuk nem egy nagyon nehéz a receptje. Jó. És akkor ezeket hogy hívják? Betállok. Ezeket ide rakom, és akkor így frankon le lehet őket így zúzni ezzel. Nem tudom mennyi kell, megcsinálom az összeset, az a tuti. Virágot tudok később is szedni, hogyha valamikor botániázni akarnék. De ez most nekem szükséges nagyon. Jó, akkor megnézzük, hogy random things-hez így most már van-e mindenünk. De gyorsan átnézem itt a virágokat, hogy van-e valami virágom. Esetleg amit le lehet így zúzni. Csak nem, ez nem, ez sapling. Hát még akkor rose redet is lenyomatjuk. Hoppá, ez nem, ez mi? Ez nem volt semmit. Ez sem ad. Azt hagyjuk inkább. Ha kéne szürke. Az nem virág. Ez is csak sapling. Ez gomba. Ez is sapling. Jó, hát ennyi van. Úgyhogy beírjuk, hogy random things, nem re, random thing, nem. Ennyi is elég. És kell nekünk a transformation core. Úha, hát ez nem sok szín. Mi kell még hozzá? Van cian. Cian, magenta, lime. Hát cianom szerintem van. Nincs. Magenta sincs. Hát akkor bone meal. Bone meal. Csinálunk. Még nem így, hanem így sokkal gazdaságosabb. Bone meal-ezni. Jó, hát ez nem olyan virág, amit én akartam. És akkor előveszük közben a kaszát. Legalább lesz egy kis magom is. Egyik is olyan virág. Csak alapvirágok jönnek? Aha. Csak alapvirágok jönnek. Az nagyon jó. Akkor keresnünk kell. Lehet. Na de itt biztos, hogy nem fog. Itt van a lime. Való, elméletileg. Bizony. Mystical Lime Flower. Black az van. Indigo Flower nem kell. Mystical Blue. Van itt narancssárga is még. Viszünk olyat is. Bár az volt. Elnézzünk arra. Kéne valami magenta színű is, ahogy olvastam. Hát keresgéljünk. Light grey.
Hopp, itt ez milyen? Az anyádat, te kis te. Látod, hogy ezt lehet keverni is valahoz, mert itt, hát ebbe a biomban nem nagyon lesz. Itt már learattam a virágokat, ahogy látjátok. Ú, ez mekkora. Jó, nem kaptam belőle semmit. Ez lenne a magenta flower. Ha az alját ütöttem volna, akkor az lett volna. Ja, a sárga az értelemszerűen az van. De miért ilyen szaros izék vannak csak? Biomok, ahol nincs itt a virág sem. Hoppá, itt meg van egy izé. Egy ilyen fa. Hát kivesszük már belőle akkor. Ha már itt jártunk. Nem, nincs magenta. Még mindig nincs. Ó, ez is jó színű. Bár ez nem olyan, ami nekem kéne. Ez is csak indigo, indigo, mindenhol ez a szaros... Ez mi? Purple. Ah, nem kell. Purple már van. Light gray-em is van. White-om is van. Ó, hát ez nem is gondoltam. Ó, na, itt lehet, hogy itt viszont lesznek. The Magic Biome-ba. Ez milyen? Pink. Az nem jó. A gomba se jó. Ott is csak a gomba van. Na, 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 na. Ó, és van gray is. És hiába ütöm ki az alját, akkor se jó, mert már túl magas. Na, de lett gréjünk is, szerencsére. Na, csak megtaláltam, amit akartam. Úgyhogy, hát max keverünk ki szint, hogyha nincs. Amúgy. Mert már megvannak az alapszínek, úgyhogy keverni tudunk. Ú, de jó, ez milyen színű. Viszünk ilyet is. Bár ilyenem már van, de azért viszek ilyet is. És akkor menjünk haza. Ezt nem ütjük le, mert... És itt szálltam el végül is mellette, szerintem. Lehet, még láttam is. A többiből már van nekünk. Abból már nem kell. Jaj. Megint kicsit recs a széknek. Hátra dőltem, nem fajáltam. Majd van még egy kis lime virág, ügyünk. Hopp. Oké. Okay. És akkor most már megvan minden, elméletileg, ami kellhet nekünk. Akkor most zúzzuk le a virágokat. De beraktam, mindegy. Ez mag, ez is jöhet. Mag, mag. Ezeket most berakom. Indigo flower. Indigo dye. Mystical purple. Na, lesz itt minden színű. Szerencsére. És akkor kell nekünk az a kis tálka, amit meg elfejtettem a nevét. És lehet megkeresni. Itt van. Jó. Szépen letaraltatjuk. És akkor megnézzük, hogy milyen szín hiányzik majd még hozzá. Remélem, hogy most már semmi. Mert most már aztán van színem ezerrel. Melyik? Cián. Ezt hogy tudok csinálni? A green-t, meg a blue-t. Jó, akkor megkeresjük. Green, még van egy azon kívül, ami van. Meg a blue. Na végre, van cián.
Most már tényleg megvan. Ez az. Mi kell hozzá? Semmi. Mi kell még hozzá? Obsidian stick. Jó. Most akkor már tényleg minden megvan. Így van, Biome Painter megvan. Most már csak a biom kapszula kell, ami itt van. Ó, és ebbe is kell egy transformation. Nem mond már, hogy nem lesz greenem hozzá. De van kaktuszom, nem? Kaktusz bizony. Kisütjük gyorsan. Turbóba. Ajaj, elég lesz. Jó. Rakunk közepére egyet. Ha! Megvan a green lag, már megint. Megvan a green transformation core, biom kapszula. Ja, és egy gyémánt blokk. Jó, hát ez nem olcsó azért. Egy biom kapszula. Na, ugye ezt már megmutattam, vagy nem mutattam meg a Helmut Crafton, hogy hogy működik. Elméletileg igen, na mindegy, akkor most meg fogom mutatni. Csak bezabálok. Az lényeg, hogy ledobjátok egy biomba, és abba a biomba szedi össze a biomnak a tulajdonságait magyarul. Na mindjárt látjátok. Átmegyek a sivatagba. Itt van. Közben nézem a biomot, hogy jó biomot szedjek össze. A beach az nem jó nekem, mert ott még eshet az eső, hanem ilyen desert kell nekem. Így van. És akkor nincs más teendőm, mint ide lejönni, közben majd megnézzük, hogy ezek hogy is működnek, ezek itt. Ez is mennyi van már benne. Nincs más dolog, mint kidobni. És ez mindjárt elkezdi így szépen magába szívni a biomnak a dolgait. De megnézzük, van-e benne töltet? Nincs. Miért nincs? Hoppá. Pedig így kéne, mert egy kidobjuk, és akkor töltődnie kéne. Mindegy. Majd rájövök. Szóval mennyi van benne? 265 000. Már több mint a fele tele van. Lítiummal, az jó. Remélem, hogy jó, be vannak töltve, oké. Okay. Mert a múltkor, hogy ide jöttem, nem voltak betöltve. Na, tessék, már szívja is magával, ezt akartam látni, csak így egy kis idő kellett hozzá, ami részbe kapott. És akkor így szépen így szívja magát tele. 256 pontnyi biomot tud magába szívni, ami azt jelenti, hogy 256 blokkot tudsz lefesteni. Hogyha te itt fönt, vagy bárhol, bármilyen magasabb lefestesz egy blokkot, az akkor a 256-os magasságtól, ameddig lehet építkezni, a bedrockig az olyan biom lesz, amire lefestetted. Nem csak az az egy blokk, amit lefestesz. Megnézzük, hogy mennyi van benne, mert nekem annyira soknak 47 van benne. Akkor még nyugodtan szedhet magába. Jó. Ez hogy bírja vízzel? Bírja bőven. Mert majd maxi magasokat szeretném majd megcsinálni, mert azok fognak jól termelni lítiumot, és hát elegendő mennyiségű lítiumot ahhoz, hogy elegendő mennyiségű tritiumom legyen ahhoz, hogy elegendő mennyiségű energiát tudjak előállítani. nagyon összetett egy folyamat ez a fúziós reaktor, tényleg rengeteg mindennek kell klappolnia ahhoz, hogy a fúzió beinduljon. Viszont, hogyha beindul a fúzió, akkor bármennyi energiát le tudtok gyártani. Én kreatívba, amit tudtam csinálni úgy hirtelen energiát, bár aztán 3 percig tartott, mert utána elfogytak a tartalékaim ezekből a fuelekből, de az 1,3 millió RF per tick volt. Azért ez elég durva. De az nagyon jó. Ugye ahhoz majd még építenem kell egy masszív energiatárolót is, mert ugye ez a 18 gigazsúlos, ez kicsi, mert ez már megtelt. Úgyhogy ahhoz tényleg építenem kell majd egy nagyon-nagyon durva energiatárolót, ahhoz még rengeteget kell farmolnom, és hát összebányásznom mindenféle dolgot, meg rengeteget kell craftolnom, meg rengeteg mindent kell még csinálni ahhoz, úgyhogy ez még kicsit odébb van, hogy a megépítése már nincs messze a fúziós reaktornak, viszont az, hogy még értelme is legyen beüzemelni, az még lehet, hogy messze van. 130 blokk, ugye egy 16x16-os, hát akkor még azért teszünk bele, mert ez nem elég.
lehet, hogy fúra kéne akkor inkább tölteni, az a biztos. És akkor max később is elhasználom, vagy ott a tengerpartot ilyen homó. Nem tudom. Egy ilyen sivatagos, hát egy ilyen tengerpartot. Vagy ne? Az jó kérdés. Nem, mert inkább a... lehet, hogy nem is hülyeség, majd inkább ott a... De ott meg van beach biome, szóval azt onnan tudok szedni. Igen, valószínű, hogy telik kell tölteni. Mert 16x16 az barátok közt is 256. Bár mondjuk, hogy ott már lefestek egy blokkot, akkor mondok, ez ott tudom tölteni. Szóval egy tennyi elég. Úgyhogy szerintem itt most le is állítom a videót, mert amit meg akartam mutatni, sőt, mert többet is csináltam, mint amit akartam ebbe a videóba. Úgyhogy, de amit akartam, azt mindenképp megcsináltam, úgyhogy ennek nagyon örülök. Rengeteget haladtam előre a fúziós reaktor felé. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett, akkor dobjatok rá, na nem bírok már beszélni a végén, dobjatok rá egy lájkot, ha pedig szeretnétek, hogy legyen még Mac & Magic epizód a csatornán, akkor pedig iratkozzatok fel. Sziasztok!